Sportvilág. Eredmények, közelgő sportesemények és minden más csapataink és sportolóink napjairól. Topolya és környéke sportvilága. Sportvilág. Köszöntöm Önöket. Legújabb sportműsorunk elején elmondanám, hogy a Topolya labdarúgó csapata vasárnap hazai közönség előtt 2-2-es döntetlent ért el a második szerb labdarúgó liga vajdasági csoportjának 23. fordulójában. Csapatunk a táblázaton most utolsó előtti, a következő fordulóban pedig az ellenfél idegenben a Temerini Sloga csapata lesz. Ezt a mérkőzést május 5-én játsszák 16 órától tehát Temerinben. Műsorunk további részében hallhatnak és láthatnak majd még a férfi és a női kosárlabdáról, karatéról, röplabdáról és egyebekről is. Tartsanak velünk! A Topolya férfi kosárlabda klub számára véget ért a bajnokság, és az utolsó fordulóban győzelmet jegyzett csapatunk. Bencsik Miklós vezetőedzőt kértük fel egy rövid összegzésre. Üdvözlöm a nézőket! A topolyai csapat ezzel a mérkőzést a Zsitiste ellen befejezte ezt a szezont a 7. helyen, az arany középhelyen. Egy pár vereség után, amikor a csapatunknak pár játékosan meg volt sérülve, amely kicsit rosszabbul edzettünk, mai győzelem az nagyon sokat jelent nekünk. Köszönöm ezentúl a közönségnek, hogy egész évben nagyon sok számban voltak jelen, és a szurkolásuk segített, hogy már 10 fordulóval vége előtt biztosítsuk a bennmaradást, ami az elsődleges célunk volt a klubnak. Utána jártunk, hogy mi újság a női kosárlabda berkeiben, ezen kívül hát a nyáron megszervezik a hagyományos sporttábort is, tehát most nézzük és halljuk a részleteket. Az első témánk az lenne, hogy kosárlabda iskola indul, és ennek keretében egy az osztályomért versenyzek akció is már folyamatban van. Aki a tevékenységünket követi, az már hozzá van szokva, hogy állandóan új programokkal állunk elő, amiért is minél több fiatal kislányt megpróbáljunk bekapcsolni az utánpótlás rendszerünkben. Ezért a hónap végén selejtezőket szerveztünk, aminek a programnak a neve az osztályomért versenyzék. Tehát itt lényegében harmadikos, negyedikes elemista kislányok versenyeznek a saját osztályaikért mind a két topolyai elemi iskolában. 4 selejtező napot csinálunk, ezt a hónap végéig be fogjuk fejezni, és május 11-én 17 órakor a Csáky Lajos általános iskola sportcsarnokában lesz a szuperdöntő, ahová bejutnak a 4 selejtező nap bajnoka, és ide várunk minden érdeklődő kislányt, ugyanis el az osztálybajnokság mellett több egyéni sportversenyt fogunk szervezni, ahol a gyermekek ajándékokért versenyezhetnek, és hát ennek mind az az apropója, hogy újra indul a kosárlabda iskolánk, ugyanis május 8-ától kezdve várjuk a jelentkező kislányokat, akik 2002-ben vagy később születtek, és itt az edzések lesznek hétfőn 18-15 perckor a Csákiban, szerdán és pénteken pedig 18-15 perctől a Teslába lehet jönni. Ezek az edzés időpontok már most is élnek, tehát akár még május 8-a előtt is be lehet kapcsolódni, habár kezdődik lassan a májusi szünet, és a szünet alatt edzések nem lesznek. Nyilván, hogy az akció nem titkolt célja elsősorban az, hogy mozgásra, tehát testmozgásra serkentsétek a fiatalokat, ezen kívül pedig hát a tehetségeknek a felkutatása is. Erre szeretnénk ösztönözni a fiatalokat, tehát hogy sporttal foglalkozzanak, és természetesen ebben az esetben szeretnénk, ha kosárlabdával foglalkoznának. Azonban én bízok abban, hogy esetleg még más gyermekek más sportra is ezután szeretnének jelentkezni, mivel lehet, hogy kedvet kapnak a versenyzéshez és a sporthoz, de igen, keressük a jövő tehetségeit, mivel nagyon nagy vágyunk az, hogy minél több fiatalabb kislányjal foglalkozhassunk a klubunk keretén belül. Továbbra is Harkai Hunorral, a topolyai női kosárlabda csapat sportmenedzserével beszélgetünk, és ebben az évben is, tehát ezen a nyáron is megszervezitek az úgynevezett top sporttábort. Halljuk tehát most ennek a részleteit.
A Topolyai Női Kosarú újra megszervezi a Topsport nevű sporttáborát. A múlt évben 49 jelentkezőnk volt, bízunk benne, hogy ebben az évben még több jelentkezőnk lesz, és két váltásban várjuk a gyerekeket. Az első váltás június 24-én kezdődik, a második váltás pedig július 22-én. Megint három sportág közül lehet választani, labdarúgás, kosárlabda és röplabda. Azonban kétféle tábor közül lehet választani, a Topsport normál és a Topsport extra közül. A normál tábor 6 napos, míg az extra tábor 9 napos. Mind a két tábor egy időpontba kezdődik, a programok közösek, azonban annyi a különbség közte, hogy aki az extrába jelentkezik, az nem egy labdás edzésen vesz részt naponta, hanem kettőn, illetve még több ajándékot fog kapni, ugyanis a jelentkezők, akik jelentkeznek, megkapják a tábor hivatalos pólóját, egyéb sportfelszerelést, illetve Nike márkájú labdák közül is választhatnak az adott sportágból, és hát sok nyereményért versenyezhetnek. Az összes program, ami volt tavaly, az mind marad, és újabbakkal bővült. Ezt részletesen lehet olvasni a többi információ mellett a Topolyai Női Kosarklub hivatalos honlapján, a www.okktopolcsanka.org.rs címen. És hát csak kett csinálónak annyit árulni kell, hogy sok újdonság lesz, és megemlítelik most néhány újdonságot, például, hogy fogunk csinálni válogatott csapatot a táborban, akik adott sportágban összeméretik a tudásukat helybeli sportklubok ellen, illetve mondjuk ebben az évben a szórakozás mellett nem csak karaoke night és diszkó lesz, hanem például lehet, hogy szépségversenyt is fogunk tartani, és hát nagyon sok ajándékkal készülünk, és mondhatom azt, hogy a szakmai stábunkat még jobban megerősítettük, ugyanis még több edzőt kapcsoltunk be az ezévi táborunkban, akik mind okleveles szakemberek, és jelenleg is utánpótlás edzőként tevékenykednek, valamint egy hír, hogy valószínűleg az egyik edzőnk lehet, hogy pár nap leforgás alatt szövetségkapitány is lesz valamely távoli országban, tehát ezzel is azt hiszem, hogy növeltük a szakmai stábunk imidzsét. Az előző top sport táboroknál is hangsúlyoztuk, tehát ezúttal is hangsúlyozzuk, hogy ez a tábor ez nem elsősorban arról szól, hogy a kosárlabda központi sport, hanem ez általában, tehát minden sportról szól. Minden sportról szól. Tehát nem csak főleg kosárlabda és ez a három sportág közül lehet választani, ezért csak a labdás edzések lesznek, de ez mellett több sportág ki lehet próbálni, mint például a step aerobik, asztali tenisz, úszás, lovaglás, szamaragolás és egyéb sportok. És hát szeretnék a gyermekekkel a sportot még jobban megszerettetni, mivel ide várunk aktív játékosokat és kezdőjátékosokat is, és hát mivel nagyon jó egészségügyi és sport előadásaink is fognak lenni, megpróbáljuk motiválni a játékosokat, hogy még jobban dolgozhassanak az edzéseken, valamint azok a fiatalok, akik még nem sportolnak, reméljük a táborunk után valamelyik sportklubba jelentkeznek, és hát számomra nagy öröm volt, hogy a tábor után több fiatal jelentkezett nekem, és mondta azt, hogy a tábor miatt elkezdett sportolni valamelyik sportklubban, és hát ez is ennek a célja. A cél az, hogy minden fiatal megpróbálkozzon sporttal foglalkozni, még ha nem is lesz világra szóló játékos. A tábor helyszíne, tehát ezúttal is a Kishegyesi Kátai Tanya és a helyszínnel kapcsolatos információk és fotók a www.katai.rs címen találhatók a Top Sport menü galéria almenüjében. Igen, ezen a címen lehet érdeklődni, megnézni a képeket, illetve egyéb információkat a helyszínnel kapcsolatban. Én azt mondanám, hogy a helyszín az kitűnő, tehát nagyon érdekes a fiatalok számára, mivel nagyon érdekes, hogy a fiatalok a szabadban vannak, illetve a szobák, a fürdőszoba kitűnő minőségű, tehát megegyezném azt, hogy például, ha a Topolcsánkához érkezik külföldi csapat valamilyen tornára, akkor azt általában a Kishegyesi Kátatanyán szoktuk elszállásolni, és hát nagyon meg szoktak elégedve lenni a felterekkel. Ami pedig a konyhát illeti, hát azt mondom, hogy panasz arra nincsen, ebben a táborban napi 4 étkezés lesz, és még desszert is választható, és hát azt kell mondanom, hogy tényleg ezért az összegért, amelyet kell fizetni ezért a táborért, azt hiszem, hogy ha valaki ilyen minőségű táborra megy, az legalább kétszer annyit kell, hogy fizessen valamelyik közép-szerbiai vagy dél-szerbiai sporttáborban.
Mester Viktor a Topolyai Mezőgazdasági Középiskola tehetséges tornásza minden idők legjobb eredményét érte el a Kosztolácon megtartott országos versenyen, és hát ismét itt lesz majd, illetve itt van már velünk a versenyző is, és a tornatanárt is megszólaltatjuk. Az előző műsorainkban már beszámoltunk arról, hogy Mester Viktor a Topolyai Mezőgazdasági Iskola tanulója eljutott az országos versenyre tornában. Kosztolacon került ez megrendezésre. Nézzük akkor most, hogyan zajlott, hogy sikerült ott a verseny. Hát eléggé jó sikerült, én meg vagyok elégedve. 8. helyen fejeztem. Ugye az előbbi fiúk azok sokkal jobbak voltak tőlem, és én gratulálok neki, én meg vagyok elégedve. Lassan közeleg az év vége, további terveid, nem csak a tornára gondolok. Hát igen, most tervemben van ugye először befejezni a középiskolát, és tervezem beírni az Állatorvosi Egyetemet Újvidékén. Igen, most voltunk a Kosztolaci Szerbia bajnoksági verseny, Viktor volt a 8., ez ma eddig legjobb eredmény. A slipper by the fireplace, a cello lying in its case. Soon she's down the stairs, her morning elegance she wears. The sound of water makes her dream awoken by. Out of steam, she pours a daydream in a cup. A spoon of sugar sweetens up, and she fights for her life as she puts on a coat. And she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store with a thought she has caught by a thread. She pays for the bread and she goes. Nobody knows. Műsorunk következő vendége Holovics Gábor, a Topolyai Karate Klub vezető edzője, aki egy budapesti nemzetközi versenyen jó maga is tatamira lépett, nem is akármilyen eredménnyel. A klub versenyzői szinte minden hétvégén fellépnek valahol, halljuk a részleteket. Igen, majdnem minden hétvégén vannak versenyek. Voltak többek között az országos bajnokság Zsabályban, aztán voltunk Budapesten, ezek az utolsó versenyek, amelyeken részt vettünk. És sehonnan se jöttek haza érmek nélkül? Hát természetesen, ahol többen megyünk onnél, akkor muszáj, hogy eredmény is legyen. Tehát ez az országos bajnokságon felléptünk majdnem 40 versenyzővel, úgyhogy voltak
eredmények is. Kik hoztak haza érmeket? A érmeket hoztunk minden kategóriában, tehát a lányoknál is, a fiúknál is, mint egyéniben, mint csapatversenyben is, tehát mint formagyakorlatban, úgy küzdelemben is. Ön személy szerint is fellépett, mégpedig egy budapesti nemzetközi versenyen, és hát ugye eddig szerényen titkolta, de a veteránok kategóriájában megszerezte az első helyet. Halljunk erről is néhány szót. Hát igen, voltunk Budapesten egy nemzetközi versenyen, az Európai Kudo Championship-en, és megpróbálkoztam én is, és sikerült is elérnem az első helyet. Több településen is zajlanak az edzések egyébként, erről hallhatunk valamit? Igen, mink a Topolyán van a központunk, ahol a legnagyobb, legtöbb tagunk van. Ezen kívül két helységben még dolgozunk, az egyik az Novo Orakovo, vagyis Orakovo, a másik pedig Kishegyes. A Kishegyesen nemrég kezdtünk, ott is elkezdtek, tehát ott is van már majdnem 20 tagunk, úgyhogy dolgozunk mostan három helyen. Lehet-e azt tudni, hogy összesen hány tagja van a karate klubnak? Hát így a három helységet, ha összeadjuk, körülbelül majd 90 tagunk van. Tehát közel 100 fiatal, társasorban fiatalokat mozgatnak meg szinte napról napra. Még a jövőbeni versenyekről, hogyha hallhatnánk valamit. Igen, most az ünnepek véget egy kicsit pihenünk, és aztán folytassuk tovább a küzdelmeket. Lesz két tornánk Szabadkán, Adán, és az idén zárjuk Topolyán, június 15-én, akkor lesz a hagyományos topolyai trófea, amit a Csáky Lajos iskola tornatermében fogunk lebonyolítani. Ez milyen jellegű verseny lesz? Tehát országos kupa verseny, vagy milyen kategóriának számít? Hát ez inkább ilyen tartományi szintű, tehát innét főleg Vajdaságból várjuk a résztvevőket. Az elmúlt héten tartották a doszitei napokat a Topolyai Gimnázium és Közgazdasági Középiskolában, és hát ennek keretében sportnapot is tartottak. Az utolsó nap a péntek volt a sporté. Szloboda Viktor kollégám járt ott, aki a következő képsorokat rögzítette. Ön bekapcsolódott a labdarúgó mérkőzésekben. Milyen volt a meccs? A meccs nagyon szoros volt, a fiatalság mindig számít, de most megmutattuk, hogy a tapasztalat mégis többet nyom alatban, úgyhogy győztünk. Tehát akkor ezek szerint a tanároknak sikerült felülkerekedni? Sikerült, azt hiszem 5-1 volt. 5-1 volt. Kondíció hogy mutatkozott? Jók az alkalmak, hogy leteszteljük saját magunkat, hogy állunk.
Hogyan hat ki ez a tanár-diák viszonyra mondjuk egy ilyen közös mérkőzés? Nagyon jó, mert találkozunk más szituációkban, nem csak a folyósókon vagy a tanárikban, az osztályokban. Ezért nem csak sport, hanem kirándulás is hasonló eredményeket elér, és már a hangulaton látható, hogy mindenki itt van, még nem ment haza és élvezi a játékot. Még akkor is, ha konkrétan nem játszik, de élvezi ezt az egész látványt. Mi minden lett erre a mai sportnapra szervezve az iskolában? Kosárlabda, női, férfi, foci a fiúknak. Mögöttünk készülnek a röplabdázók, és talán még egy ilyen reviális tanár-diák kosárlabda meccs is várható. Persze ezt ki lehetne még bővíteni, mert ugye nem mindenki annyira sportos típus, tehát vannak, akik végig csak nézik, úgyhogy ezt még a jövőben ki kell egészíteni más dolgokkal, hogy ők is részt vegyenek teljesen az egész iskola. Mekkora volt a diákok részéről a versenyszellem, illetve a készenlét, hogy részt vegyenek ezekben a versenyekben? Nagyon, egyrészt a lelátók tele voltak. Hát ez egy alkalom számukra, hogy kifejezzék a más képességeiket, például, ami nem csak a tanteremben való tudásban nyilvánul meg, hanem más, ugye csapatjáték, csapatszellem, építés, akkor a motorikus képességek, hogy mennyire figyelnek egymásra, ugye ez így ilyen képességekre is jól kihat. A tanárok között milyen volt a készenlét, hogy részt vegyenek sporteseményekben? Sokan mentegetőztek, hogy ők mióta, meg mindenki azt mondta, mióta nem futott már. Ugye azoknak sikerült kiúznia magát, ezért olyasmit kell majd jövőre, hogy ne legyen kifogása senkinek sem. Hogy érzed magad ezen a sportnapon? Mi az, amit hiányolsz? Mi az, ami neked nagyon jó volt? Hát szerintem az egész jó meg lett tervezve. Mondjuk hiányoltam, hogy nem volt minden sport. Én kézilabdát szerettem volna még, de hát nem lát mindent. Az iskolából milyen volt a jelentkezés? Sokan jelentkeztek sportra? Nem, az egész osztály csak ketten játszottunk, mind a ketten focisztunk. Úgyhogy más nem is játszott, csak nézni jött. Úgyhogy akkor ez az, ami hiányzik. Szerinted miért nem kapcsolódtak be? Hát négy osztályt ugye összeválogatva, így sok a jelentkező, több jó játékos van, hogy nem bír mindenki bekerülni. Hogyan érzed magad? Hát én nagyon jól érzem magam, és szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy nagyon vártuk már ezt a sportnapot. Főleg azok, akik sportolnak, mert itt ilyen, hát kijátszhattuk magunkat így egész nap folyamán, vagy délelőtt folyamán az iskoláért. Milyen volt a konkurencia a kosárlabda terén? Nehéz volt a mérkőzés? Hát nem volt egyszerű. De szerintem a másik csapat is nagyon jól játszott, úgyhogy nekünk nagyobb szerencsénk volt. Egyébként hol sportolsz? Hát én most sehol se, de a topolyai kosárlabda csapatban játszottam, a Topol Csankában. Miért nem játszol most? Hát túl sok volt így a tanulnivaló, még hogy mindig edzésekre járni, meg meccsekre is, így nem igazán tudtam összeegyeztetni a kettőt. De azért tervezett folytatni? Igen. Hova tovább? Most negyedikes vagy? Hát Szegedre szeretnék menni, a Szegedi Tudományi Egyetemre, matekra, alkalmazott matematikára. Akkor sok sikert kívánunk továbbiakban. Köszönöm szépen. Negyedik alkalommal szerveztek röplabda tornát itt Topolyán a 97-ben született fiatalok számára. A röplabda torna szervezője és fő támogatója volt egyébként a röplabda iskola, ezen kívül a topolyai helyi közösség is, és mintegy 250 versenyző vett részt ezen a versenyen. Az egyik vendéget, a csókai csapat edzőjét szólaltattuk meg. Hát először vagyunk itt Topolyán ezen a kispályás tornán. Csókáról jöttünk, Terzin Jánosnak hívnak, és a Csókai Röplabda Klub edzője vagyok. Örülünk és szívesen fogadtuk a meghívást. Sokat számít ezeknek a lányoknak, mert ők most kezdtek edzeni, nem még egy-két éve, és nincs nekik lehetőségük.
ilyen tornákon részt venni, mérkőzéseket játszani, és ezért nekik ez elég fontos. Először vagyunk itt a topolyai tornán, egy meccset már kikaptunk, kettő győztünk, és reméljük, hogy valami éremmel fogunk hazatérni sokára. Ennyi fért 2013 utolsó áprilisi sportműsorába. Kedves nézőink, nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem az önök megtisztelő figyelmét, a viszontlátásra.